A régi vasútvonal láncszeme volt a Konstancát Rijekával összekötő vasúti útvonalnak. Mindkét város fontos kikötőnek ad otthont. A Szabadka-Szeged-Baja-Bácsalmás vonal egy része felújításra szorul, ameddig olyan szakaszok is akadnak, amelyeket újjá kell építeni. Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház, valamint a VMS elnökét kérdeztük a tárgyalások jelenlegi helyzetéről. Három fázisból tevődik össze az útszakasz, ez a Szeged-Magyarország határ, a szerbiai térség, illetve utána Bácsalmástól Bajáig. Ezeknek a különböző fázisoknak az állapotáról fogunk itt most eszmét cserélni, és én azt remélem, hogy legalább a Szeged-Szabadka az elkövetkező 2-3 évben elindul a valódi felújítás útján. Az előzetes felmérések alapján a felújítás első fázisa megközelítőleg 200 millió euróba fog kerülni, míg a magasabb sebesség és a pályák elektromos rendszerrel való ellátása további 100 millió eurós összeget jelent. Tudtuk meg Pásztor Istvántól. A hazai rész pénzelését kínai hitelből fedeznék, a magyar rész uniós forrásokból épülne. Mind a két országnak vannak teljesen meglévő forrásai már, hisz részben közös forrásokból és uniós forrásokból egy terv elkészült ennek a vasútvonalnak a felújításával kapcsolatosan, hogy milyen lépéseket kell tenni, elkészült a hatástanulmányok, és ezzel pedig most, ha ez tényleg döntéssel meg lesz erősítve a kormányok részéről, akkor brüsszeli, illetve szerbiai és magyarországi forrásokból lehetne a vasutat elkezdeni felújítani. A magyar fél hajlandó bevárni a lassabban fejlődő szerb vasutakat. Hangsúlyozták, a legfontosabb, hogy közmegelégedésre kiépüljön az új polgári vasútpálya.